A tavaly még az élvonalban szereplő Gyirmót FC Győr csapatát fogadták a HR Rend Kozár Michelin labdarúgói a Merkantil Bank Liga 6. fordulójában. Barta László betegség miatt hiányzott, Kirtner kisebb sérülés miatt nem kapott helyet a kezdőben, Vodicska Balázs pedig nem tudta vállalni a játékot vasárnap este, így Gút Ádám került a helyére. A találkozó előtt a Kozár Michelini közönség és a klub vastapssal köszönte meg a hivatásos és önkéntes tűzoltók munkáját, sikeres közreműködését a múlt heti meccsek oldali tűz megfékezésében. A mérkőzés kezdőrúgását Kis László önkéntes tűzoltó végezte el. Az első félidőben nagyrészt a Gyirmót akarata érvényesült, mégis az első helyzet a házigazdák előtt adódott, a második percben Turi beadását fejelték ki a vendégvédők. Két perccel később Nagy Patrik a 16-os vonaláról lőtt középre tartó labdáját, a Michelini kapus könnyedén fogta. Majd a 12. percben ismét Nagy Patrik következett, szöglete veszélyesen szállt el a házigazdák kapuja előtt. A Kozár Michelinek szervezetten védekeztek, és egy-egy veszélyes támadásra is futotta. Turi nagyszerű keresztlabdáját gútatta középre, de Clinton elől mentettek. A 21. percben szabadrúgást végezhetett a Gyirmót, Nagy Patrik lövése után a labda a kapu fölé szállt. A 26. percben Szegi beadása után Simon fejese a felső lécről pattant az alapvonalon túlra. Majd Clinton 16 méterről leadott bal alsóba tartó lövését fogta meg a vendégek kapusa. Ezután Simon fejesét húzta le könnyedén Varasdi. Aztán ismét Simon következett, 16 méterről leadott bal lábas lövését fogta meg a házigazdák kapusa a bal alsó sarok előtt. Aztán Petőt hozta játékba Simon, akinek fejesét ismét Varasdi fogta. Az első félidő ráadásában a 47. percben Simon fejesét ütötte ki Varasdi a jobb alsó sarok elől. A fordulás után a 49. percben szerezte meg a vezetést a Gyirmót. Egy balról beívelt labdát Pető fejelt közelről a hazai kapuba. Az esetnél a Kozár Michelini játékosok reklamáltak, Gajág ellen úgy tűnt, hogy szabálytalankodtak. Az 54. percben Beket 17 méterről bal lábbal lőtt Jócskán a vendégkapu fölé, majd Gút centerezett középre, de Clinton elől ismét mentettek. A 65. percben Kulcsár passzával Kirtner került gólhelyzetbe, Hársfalvi azonban hárított. Három perccel később Clinton 14 méterről lőtt, de a gyirmóti kapus ezúttal is védett. Aztán Nagy Patrik szabadrúgása után a 69. percben Polgár fejelt a hazai kapu fölé. Rögtön ezután Kirtner veszélyes beadása került el a kaput. A 74. percben Pető a 16-os vonaláról lőtt, Varasdi azonban könnyedén hárított. Majd a csereként beállt Soltész lőtt kapura, a házigazdák kapusa ismét bravúrral tolta, ezúttal szögletre a labdát. A sarokrúgás után a 75. percben egy vendégfeje szállt a Michelini kapu mellé. Ezután Kosznowski beadását mentették Kirtner elől. A 88. percben pedig Meggyes lövését védte Varasdi. Egy perccel később Meggyes Kirtnerrel szemben szabálytalankodott, ezért sárgalapot kapott. Mivel ez már a második volt neki, kiállította őt a játékvezető. A hosszabbításban mindkét oldalon akadt egy-egy helyzet. Előbb Pető egy 100%-os zicsert lőtt a hazai kapu mellé, majd a 96. percben Kirtner beadását mentették szögletre. A találkozó hajrája tehát izgalmasra sikeredett, mivel a Gyirmót emberhátrányba került az utolsó 6 percre, de nem jött össze az egyenlítés a hazai csapatnak. Nehéz szavakat találni egy ilyen második fél időt követően. Igazából az, amit terveztünk, ült végig. Sajnálom, hogy egy ilyen góllal tudtunk kikapni, de azt gondolom, hogy a csapat megérdemli a dicséretet mindenféle szempontból, mert azt, hogy egy bajnokaspiráns csapatot így be tudunk nyomni a saját kapujukig, és teljes második fél időt irányítani, ez mindenféleképpen becsülendő. Kicsit jobban kell ott koncentrálnunk a befejezéseknél. Igen, izgalmas volt a végjáték. Egy harcos, igazából nem játszottunk olyan jól, ahogy vártam, de az első félidőben ellenfélnek nem voltak nagyon lehetőségei. Gól után viszont nekünk 300%-os zicserünk volt, le kell zárni ezt a mérkőzést, és akkor az utolsó 10 percet el tudjuk felejteni. Így azért nehezebb volt. A HR Rend Kozár Michelin labdarúgó csapata szeptember 4-én az MTK Budapest vendégeként lép pályára a Merkantil Bank Liga 7. fordulójában.